Mielőtt elkezdenénk az operátoriskolát, el szeretném mondani, hogy elértem Rainbow Six Siege-ben a Gold 4-es rankot, ami a Platinum egyelőtti utolsó rank. Erre nagyon büszke vagyok, és emellett pedig beszeretném jelenteni, hogyha már nagyon közel lesz a Platinum 1, akkor egy live keretein belül próbálunk bejutni a top 4 rank egyikébe, vagyis a Platinum 1-be. Ezen kívül pedig Jéger és Tacsanka is 44-44%-ot ért el a szavazáson, és azért nem Tacsanka lett végül, mert Jéger ugye népszerűbb és többet vannak vele, emellett pedig Tacsankát a közeljövőben erősíteni, vagyis buffolni fogják, talán a 4.3-as patch-el heteken belül, ezért őt majd csak azután fogom az operátoriskolában megmutatni. Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és most az operátoriskola sorozat folytatódik, már a 15. résszel, aminek a főszereplője a német GSG 9 védekezője, Jäger. Ha nem tudnád, miről szól ez a sorozat, akkor elmondom, hogy a Rainbow Six Siege-ben minden operátort értékelek egy 1-től 10-es skálán fegyverek, gadget és variálhatóság terén, majd A, B, C vagy D besorolást kapnak, és elmondom, hogy miért használd őket, vagy miért ne. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem. Ha tetszik, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következőkről sem. Ami kiderül Jäger operátor videójából, hogy nem bíztak benne, nem hittek neki, hogy tud egy olyan szerkezetet csinálni, ami kilövi a gránátokat, és nem tankoknak a lövedékeit, hanem picikke, és nagyon nagy pontossággal érte el ezt Jäger, és így nem kell félnie a gránátoktól a harcmezőn. Nézzük először Jägernek a loadoutját. Két elsődleges fegyvere van, a német shotgun, ami igazából szerintem a legjobb pump action a játékban, és a 416C assault rifle, amit karabinnak is szoktak hívni, és igazából sokan azt mondják, hogy ez a legjobb védekező fegyver a játékban, erről is fogunk majd beszélni. Egyetlen egy másodlagos fegyvere van, ez pedig a P12 pisztoly, ami minden némethez elérhető, de csak az egyetlen német pisztoly a játékban. Gadgetnek pedig shieldet vagy csirkehálót tud hozni, tehát se nightroja, se impact gránátja, ami egy kicsit rossz, majd erről is beszélünk, és végül egy armorja és három speedje van, ami majd a variálhatóságnál fontos lesz. Tehát Jägernek a fegyverei, mint mondtam, az első ugye ez a német shotgun, ami pump action, vagyis fel kell húzni minden lövés előtt, és nem táras, hanem egyenként teszi bele a töltényeket, úgyhogy ha a töltés közben találkozol egy enemivel, egyből tudsz rá lőni. Ez pozitívum. A negatívum az, hogy eléggé lassú, legalábbis például Frostnak a Super 90-éhez képest, meg Kaveirának a S15-éhez képest, viszont a pump action között viszonylag gyors, és a legnagyobbat sebzi, ezért mondom azt, hogy szerintem a legjobb pump action, emellett a recoilja is elég kicsi, vagy inkább úgy mondom, hogy viszonylag kicsi. Még annyi hozzátartozik ehhez a fegyverhez, hogy én reflex sightot szoktam rácsapatni, és lézert. A reflex sight az azért, hogyha mégis be kell célozni, akkor azért ne legyen gond, mert nagyon csúnya a gyári fém célkereszte, viszont nem takar, ez takar ki a legkevesebbet a képből, ellentétben a holografikkal, vagy például a red dot-tal, már mint a kis fém karika, vagy téglalap. Aztán a lézer pedig ugye azért, mert hipfire-özni ajánlom ezzel a fegyverrel, és hipfire-re menjetek, és így távolabbra is egy kicsit pontosabban tudtok célozni, hogy tudtok lőni, hogyha használtok lézert, és egyébként meg főleg, hogyha futkorászol, akkor annyira nem gáz a lézer, tehát annyira durván nem árulj el a pozíciódat. És a másik elsődleges fegyvere pedig a 416C, amit a játék legjobb védekező fegyverének tartanak. Én igazából erre azt mondanám, hogy eddig biztos nem volt az,
a 4.2-es meccsig, most már viszont lehet, hogy az, mert buffolták, a Ricoia is egy kicsit kisebbet, bár nem nagyon észrevehető, meg emellett 700-ról 740-re emelkedett a Rate of Fire-je, amit nem tudok megérteni, miért, mikor a valóságban van egy fegyver, annak megvan, hogy mennyi a gyorsasága, a lövés gyorsasága, és azt nem hiszem, hogy nagyon lehetne változtatgatni. Vagyis hát akkor mégsem annyira realisztikus, hogyha fogjuk. Aha, ez mégsem 700-zal lő percenként, hanem 740-nel. Nyilván viszonylag kicsi a különbség, de a játékban érződik, hogy gyorsabb. Ugye 42-t sebez, ami nagyon nagy pozitívum, a legnagyobbat sebző automatikus védekező fegyver. Emellett a Ricoh-ja határeset, de mondjuk én azt mondom, hogy közepesen kicsit, tehát abszolút kézben lehet tartani. Általában flash hide-ot teszek rá, vagy ékokkal, vagy pedig holografikkal, lézer nélkül, és vertical grippet pedig természetesen, mert miért ne, hát az kell és kész. Erre nem lehet angled grippet tenni, de ha lehetne, akkor sem tenném rá. A pisztolyára ugye érkezett a hetekben a muzzle break, ami rohadt jóvá változtatta ezt a pisztolyt a nagy recoilú, elég pontatlan pisztolyból, és emellett nagyot sebez, és sok benne a töltény, és a pisztoly nagyon jó. A csirkeháló és a shield kombó csak azért nem jó, mert Jäger nagyon egyiket sem tudja kihasználni. Ugyanezt majd a variálhatóságnál fogom elmondani, de vele főleg futkározni érdemes. És a csirkeháló is főleg az enemi lelassítására való, bár ez ugye hátbafutásnál jól jöhet. A shield az pedig kempeléshez való, vagy segít ez rossznak a csapdákkal, vagy valami hasonló. Szóval én legtöbbször a csirkehálót szoktam hozni, és leteszem olyan helyekre, ahol szűk folyosók vannak, hogy ha belemegy, akkor csak lassan tud kijönni. Vagy hogyha ütögeti, akkor meg hallani, meg tudni, hogy hol van, és hátba lövöd. Na, hát Jägernek kiváló fegyverei vannak. Úgy gondolom, hogy a pump action a legjobb, a shotgun a legjobb pump action shotgun a játékban, a fegyvere pedig valóban a legjobb védekező fegyver, úgyhogy én fegyverekre neki 9 per 10-et adok, de csak azért nem 10 per 10-et, mert a shotgunja lassú. Ennyi. Nézzük Jägernek a gadgetjét. Jäger gadgetjét az Active Defense Systemnek hívják, ami annyit takar, hogy aktív védekező rendszer. Három van neki belőle, és bárhova le tudja tenni, hát körülbelül bárhova, tényleg, ami olyan surface, hogy egy 20 négyzetcentis dolog ráfér, és lehet a... Hát nem tudom, plafonra azt hiszem nem lehet, de falra és a földre lehet tenni, ami jó, mert így te választod meg, hogy hova teszed és hogyan, és így variálhatsz azzal, hogy olyan helyre teszed, ahol mondjuk annyira nem tud kiszedni sok gránátot, de mondjuk nem is lövik ki, vagy olyan helyre teszed, ami mondjuk szem előtt van, kiszedi a gránátokat, viszont könnyen észrevető és kilövik. Na most azt látni kell, hogy például egy kicsit olyan érzésem van, mint Fuse esetében támadó oldalon, és egyébként pont egybevág, mert ugye Fuse-nak a Cluster Charge-ára Jäger a legjobb ellensúlyozás, Jägernek a gadgetje. Azért, mert, szóval azért érzem ezt a kicsit hasonlóságot, mert hogyha Hasty Josh, hát nem mappa, hanem Hasty Josh játékmódot játszol, akkor Jägert nem biztos, hogy olyan jó ötlet hozni, vagy hát hozhatod a fegyverei miatt, meg azért, mert gyors, de mondjuk az Active Defense szisztemét már nem biztos, hogy letenném a Hostage mellé, azért, mert jön az enemy, bedob egy freget, a jégeres dolgot kiszedi, és nem robban fel a Hostage, nem ölik meg.
Nyilván szerencsét kell, hogy legyen, de többnyire én hasznosnál nem szoktam oda tenni közvetlen a túsz mellé, hanem elviszem olyan helyre, ahol mondjuk én vagyok, vagy csapattársaimat segítem a site melletti szobákban. Ebben az esetben ugyanúgy, ahogy például Fuse-zal sem szoktunk a Cluster Charge-ot benyomni a túszos szobába. Ez egy kicsit hasonló, szóval ezért mondtam. Összesen 6 gránátot tud kiszedni Jäger, mert ugye mindegyik kettőt, szóval az úgy 3x2 az 6, és szerintem ez egy kicsit kevés. Nem tudom, hogy egyetértetek-e velem, írjátok le kommentben, de szerintem az jó, hogy 3 ilyenje van, de mondjuk mindegyik ki tudna szedni 3-at, nekem az úgy jobban bejönne, azért mert mondjuk hoz Capitao meg Sledge 2-2 freget, hoz még az S3 smoke-ot, vagy a Twitch 3 stunt, és egy ki is tudják lőni elég könnyen, mert ha olyan helyre akarod tenni, hogy télen kilője a gránátot, akkor az valószínűleg szem előtt van és kilövik, vagy pedig csak simán, hogyha egy szobában van mind a három ilyen Active Defense Systemed is, akkor is bedobnak 6 gránátot, mondjuk bedobnak 3 stunt, 3 smoke-ot, utána még lehet 4 fregje az ellenfélnek, azzal bőven ki tudnak nyírni 2-3 embert, hogyha sarokban kempelnek, és mondjuk most nem hasznos körről beszélünk, hanem mondjuk Secure-ról, szóval nem mindig olyan hatékony ez a jégeres gadget. Éppen ezért én 7 per 10-et adok rá. Azért, mert ugyan ő az egyetlen, aki minden gránát ellen az abszolút ellensúly és visszavágás. Viszont gyakran, hogyha én támadok, tapasztalatból mondom, látom, kilőm, kész, bedobom a gránátokat. Szóval ha felül látom, hogy van Jäger, akkor egy, ráuszítom a Thatchert vagy Twitchet, kettő, én megkeresem és kilövöm. Jaj, ez egyébként már három. Szóval olyan gadget, amit ki lehet lőni, nem olyan, mint mondjuk a Deployable Shield, mert azt mondjuk Max S tudja, vagy nem tudom, Sledge ki tudja ütni, de szerintem nem tudja. Na mindegy. Beszéljünk a variálhatóságáról. Szóval Jägerre sokak azt mondanák, hogy 10 per 10, én nem mondom azt, hogy 10 per 10. Az indokom a következő. Ő egy 1 armor és 3 speedes operátor, ami őt a futkározásra kényszeríti. És igaz, hogy tud felvenni rogue armort, a dok tudja healelni, de ezeknek ellenére a shotgunnal ugyanúgy, ahogy meg a, ugye a fegyverei megengedik, hogy kempeljen, de ha igazán belegondoltok, hogy fogja a glác egyből injurizi mellkason a jégert, talán még rogue armorral is, sőt biztos. Hogyha majd például jön egy jó shieldes, és tudja, hogy mit csinál, tehát most nem arról a fajtáról beszélek, aki belemászik a Nitro-szerbe, hanem tényleg, aki tudja, hogy mit csinál, az ellen is gáz lehet, vagy Blackbeard ellen, mert nincsen Nitro szellet. Bele kell gondolni, hogy szemtől szembe például egy Fuse-zel is, akinek nagyon erős fegyvere van, talán még erősebb, sőt, biztos erősebb, mint a 416C, ugye az AK-12, és ugye neki 3 armorja van, szóval amíg te belelősz mondjuk 6-7 golyót, és úgy injuröződik per hal meg, neki úgy elég belédlőnnie vagy 3 golyót, szóval ha ügyesen csinálod, akkor ugyan kempelhetsz, de úgy gondolom, hogy aki jégert hoz, az futkározzon hátba, támadjon hátba, ha letette a gadgetjét, akkor utána menjen ahova szeretne, nézze a Valkyries kamerákat és snake-eljen. Bár a fegyvereim, mint mondottam, jók kempeléshez is, de én úgy vagyok vele, hogy Jägerrel nem olyan jó kempelni. Épp ezért én 7 per 10-et adok neki variálhatóságra, mert a futkározásban az egyik legjobb. Ugyan nincsen Nitro-szelje, se impactje, szóval, hogyha egy jó shieldessel per Blackbeard-del találkozol, még mindig óriási szarban vagy. De mivel nagyon jók a fegyverei, ezért
tudsz jól hátba futni, és nem kell attól félned, mint mondjuk a Vejrával, hogy a shotgun-t hoztad, és mondjuk a pali 10 méterre van, akkor még átváltasz a pisztolyra, de az is egyébként lassan öli meg, szóval az is 5-6 golyó injury-be, ugyanúgy, hogy a shotgun is messziről, szóval nem kell ettől tartanod Jägerrel, ennek ellenére kempelést egyáltalán nem ajánlom vele, úgyhogy max akkor, hogy kezdő vagy, és nem ismered a mappot, úgyhogy ezért adtam ezt a pontszámot. Így végül, ahogy a számok kijöttek, Jäger egy 7,7 per 10-et kap, ami B kategóriába teszi, ennek ellenére ne tévesszem meg titeket, mert egy remek választás, és ugye szinte minden védekező csapatban van Jäger, és hogy végül azért elmondom, hogy miért használd Jägert, azért, mert ő a legjobb gránát ellenszer, sőt, talán az egyetlen, ugye, ha belegondolok, akkor az egyetlen. És nagyon jó fegyverei vannak, a játék legjobb pump action-je és a játék legjobb védekező fegyvere emellett nagyon gyors, úgyhogy én a B kategóriát azt indokoltnak érzem, nyilván lesz sokotok, aki azt mondaná, hogy egyértelmű A és must pick. Na. Így áll a roster, most láthatjátok a képernyőn. A következő operátoriskola részben nem egy operátorról fogunk beszélni, hanem egy attachments csoportról, vagyis egy kiegészítés, fegyverkiegészítéses csoportról. Ennek ellenére szavazzatok, hogy a következő operátoros részben melyik karaktert szeretnétek látni. A képernyő jobb felső sarkában egy fehér I betűre kattintva megtaláljátok a kérdést, és a kedvencetekre szavazzatok. Na de legközelebbig is gaming is fun, és sziasztok!